Az egyik autós fedélzeti kamerája rögzítette az esetet, amint egy utánfutós jármű egy egész kocsisort előz a 441-es úton, nem messze a nagy körös várostáblától. A budapesti autósok.hu oldalra került fel a videó, ami egészen megdöbbentő. Látszik, hogy az utánfutós az előzni tilos táblát és záróvonalat figyelmen kívül hagyva kezd előzésbe. Az út többször is megdobja a járművet, az utánfutóról pedig egy zsák is leesik. Az autós szinte minden létező szabályt megszegett, mondta Morvainé Csola Edit gépjárműoktató, akivel együtt néztük meg a vakmerő előzésről készült felvételt. Utánfutóval lakott területen kívül 70 a megengedett sebesség, tehát ő, ő valószínűleg jóval túllépte ezt a sebességet a többi jármű, hogyha közlekedett közel 90-nel, akkor, akkor igen nagy sebességet választott. Ő nem számolt azzal, hogy az utánfutója ennél a nagy sebességnél különösen kanyar előtt becsóválhat, ami meg is történt, belengedt az utánfutó, ezzel és a rakomány leesésével veszélybe sodorta azt, akit elkezdett megelőzni a szemből jövő járművet, veszélybe sodort. Csak a többi autós gyors reakció idejének köszönhető, hogy nem történt tömegbaleset. Minden sofőr lehúzódott vagy befékezett, így végződhetett szerencsésen a manőver, senki nem sérült meg. Naponta több ilyen fedélzeti kamerás felvétel is felkerül a világhálóra, ahol kislián baleset alakul ki a szabálytalankodásból. Morvai Nécsoláidit azt mondja, jó, hogy bárki megnézheti a neten ezeket a felvételeket, ezekből ugyanis mindenki tanulhat. Így az is, aki az úton közlekedik, és, és nem is gondol bele, hogy a többiek milyen veszélybe sodorhatják, legalább felmerül benne, hogy figyelnem kell folyamatosan a tükröt, látnom kell, hogy valaki engem megkezdett előzni, és látnom kell, mivel én jobban látom, hogy jönnek eszemből, hogy kell-e segítenem. Tehát így, így fel tudok én is készülni arra, hogy, hogy be kell lavatkoznom el. Nem csak magunk elé kell nézni a tükröket és folyamatosan. A körültekintő közlekedés és a szabályok betartása minden helyzetben, városon belül és kívül is elengedhetetlen, tette hozzá az oktató.